elég, hogy véget ért az X-Faktor, már a dal 2019-ben láthatjuk Szekér Gergőt. Most pedig itt mellettem. Szia Gergő! Szia! Hello, nagyon köszönöm, hogy meghívtatok, nagyon örülök. Madár repülj, hova szél hívogat. Madár repülj, hol a szív simogat. Madár fütyülj szép verseket annak, aki elfeledett. Ha nem lett volna az X-Faktor, akkor én most nem lennék a dalba. Tehát, hogy ott ugye van most mögöttem, hál' Istennek, egy menedzsment, akiket nagyon-nagyon szeretik, a Mistral Music, és kvázi ők fedeztek fel ott, és hát az X-Faktor, amint mondtam a műsor elején, és ez egy hatalmas lépcsőfok volt nekem, hogy így sikerült fellépnem egyáltalán, és én például nem úgy fogom fel, hogy mit tudom én kiesem a másodikba, hanem úgy fogom fel, hogy én a második adásban benne voltam. És ez egy tök nagy dolog, főleg úgy, hogy csak 5 élő adás volt összesen. Szóval persze, tehát én az X-Faktornak köszönhetem azt, hogy én benne vagyok a dalban, és hát remélem, hogy az Eurovízióban is. Tartod valakivel még ott a kapcsolatot, versenytársakkal, meg Puskás Petivel? Petivel szoktunk néha beszélgetni egyébként, a Buzás Bencével szoktam nagyon sokat dumálni, nekik most teszem koncertjeik vannak. Hát most a Gabival így összeröffentünk, de Gabival ritkán beszélek, pedig a sajnálom a Gabit, nagyon bírom. De hát az ember tőlem most nagyon sok minden van, amit így csinálnom kell. Most egyrészt az interjúk, meg közben próbálunk a dalra is, és így kicsit megfeledkezem sajnos. Nyílott virág, ez év tavaszán, súgta felé, hogy elmégy igazán. Találj hazád, s a bánat lepereg, ha már veled nem lehetek. És ha már dal, akkor ugye megjelent előtte még egy hét előtte egy klip is a Madár repülj dalodhoz. Beszélgessünk először erről a klipről, hogy mennyire ötvözi a dal, meg a dalszöveg, meg mennyire tükrözi le a klip. Már hogy a dalszöveget, vagy a mondani valód? Hát én az egyik barátomat kértem fel, Dóra Ádámot, aki ezt megrendezte, mert nagyon bíztam az ő vizuális mindenében, tehát hogy nagyon jó képeket lát a fejében. És hál' Istennek ez így is történt, tehát, hogy megírtam a dalt, hát ugye ez még augusztus végén történt. És akkor ő már hallotta már, amikor készült, de ugye körül nem volt ekkora hype, és aztán egyszer csak bejutottam a dalba, és hát kellett egy videóklip, és hát én nagyon szerettem volna. És megmutattam az Ádámnak, és abban a pillanatban jöttek képek a fejébe, és mondta, hogy erdő, és mondtam, Jézus, mert ez király Ádám, nagyon köszön. És meg is csináltuk. Úgyhogy a szövegéhez, hát ugye ott abban van egy nő, akit én igazából nem akarok mutatni, mert ez egy lény, akit most mondhatjuk azt, hogy ugye a bulvárban gondolom tudják az emberek, hogy anyám, meg nem tudom, tehát lehet rá is húzni egyébként, de az inkább egy érzés nekem, pont az elengedés, ott a videoklipnek a közepe felé el is engedem, úgyhogy hagyom menni. Tehát akkor semmiképpen se egy madárról szól. Nem egy madárról szól. A madár az egy metafora, mint hogy hát ugye az repül, és hogyha az ember el akar engedni valamit, akkor ez kvázi olyan, mint egy madár, ami szabadjára enged. Volt a mezőn egy kis madár, úgy táncolt, hogy szemembe köszökött, s lemost a bánatom. Mert úgy nézett rám, mintha nagyfiát vigyázná, és aztán megpihent államom. Jön az eső, távolról énekel, tova repült, mi lesz az élettel? Megpihen és rád vár, menj el már szállj! Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen megosztó dal lesz, és nem fogják nagyon szeretni, aki szeretni fogja, az meg inkább a családom, meg a barátaim. Ennek ellenére nagyon-nagyon sokan azt írják, sőt külföldiek, hogy go to Tel Aviv, és menj ki, és csináld meg. Tehát ez egy hatalmas dolog, nagyon büszke vagyok. És ez a dal, jelentkeztél a dalba. Miért jelentkeztél egyáltalán? Hát nem csak, tehát nyilván köze van az, hogy nemzetközi sikerek meghasonlít, tehát hogy ez nem lenne rossz dolog. Inkább az üzenete miatt, hogy nekem az volt fontos, hogy benne legyek a műsorban, és ezt minél többen hallják. Mert nagyon sok kortársam, és úgy, sőt idősebb ember, aki idősebb nálam, ők is abban a problémában szenvednek, hogy nagyon sok mindenkinek megragad a múltja. Tehát nekem is van egy tragédiám, meg nagyon sok mindenkinek van, nem biztos, hogy ugyanez, de hogy mit tudom én, lejtette tegnap a sörös korsod, de hogy akár egy bagatell dolog is lehet, amit nem nagyon tud elengedni. És én mindig a jövőre koncentrálok, és mindenki a jövőre akar koncentrálni, tehát hogy koncentrálhat a jövőre, hogyha még a jelenben sem tud lenni, hiszen visszahúzza a múlt, és azon gondolkodik, hogy ja, csak nehogy megint elrontsam. Hát így nyilván el fogja rontani még egyszer. Nyílott virág, ez év tavaszán, súgta felé, hogy elmégy igazán. Talán veled nem lehetek.
41 ponttal rögtön az első helyre kerültél, elsőként léptél föl, rögtön első is voltál, egyből tovább jutottál. Hogyan érintett meg téged ez a fellépés, hogy a zsűri negatív vagy pozitív véleményére most tudsz reagálni? Én nagyon-nagyon-nagyon bírtam, egyébként alig volt negatív, de az sem negatív, tehát minden kritika jó. A Botmiki mondta azt, hogy kicsit mozduljak meg a színpadon, ebben igazán, mert én is éreztem már közben, hogy jó lenne. Csak akkor már azt éreztem, hogy jó van, ez be van állítva, úgyhogy maradjunk így. Egyébként szerintem hozzásegített a 41 ponthoz az, hogy elsőként voltam ott, mert hogy egy akkora stenk volt bennem, hogy nekem egyrészt teljesítenem kell, meg hogy elindítom én az adást. Tehát, hogy a produkció között én leszek az első, és nehogy a műsor vagy a nézők elkapcsoljanak már rögtön, hanem Istenem, ilyen lesz a több is, akkor nem nézem tovább. És ez egy tök nagy dolog, vagy egy ilyen nagy stenket adott, és akkor onnantól kezdve ez csak így ment. Továbbítottál, hamarosan pedig lesz majd ugye az elődöntő. Fogsz-e valamit változtatni a fellépésen, vagy akár a dalon, vagy minden ugyanolyan lesz? Meg fogsz mozdulni, gondolom. Persze, meg fogok mozdulni. Igazából még csak most találgatjuk, tehát most van ilyen 10-15 opció arra, hogy mit fogok még csinálni, meg hogy milyen elemek lesznek még benne. Erről sok mindent nem akarok elárulni, hogy legyen ez meglepetés. De hát annyi biztos, hogy mozogni fogok, és a dalban ugye nem lehet változtatni magán az alapon, csak ha nagyon-nagyon muszáj. Szóval én ezt most nem érzem szükségesnek egyébként, szerintem az úgy van jól összerakva, hogy most össze van rakva, főleg ezekkel a stílus különbözetekkel, amik valahogy mégis passzolnak. Ez egyébként egy véletlen volt. Tehát így terveztem, hogy ez így legyen, csak nem tudtam, hogy ez egyáltalán jól fog-e. Most ez, hogy rap meg népdal, arra gondolsz? Az, hogy ugye népi motívum, tehát ez inkább ilyen, nem is tudom, nótás, vagy nóta jellegű. A rap, ami egyébként számomra, tehát én mivel nem nagyon tudok rapperni, vagy nem egy rapper vagyok, ezért inkább azt mondom, hogy ez ilyen párlándós, tehát hogy elmondom, recitálok, tehát elmondom az énekes részt, csak aztán utána annyira érzelmes lesz, hogy csak énekelni kezdek, mert máshogy nem lehet. És valahogy mégis passzolnak. Kinek léte az élet, minek kérte, hogy éljek talán? Elveszi mindazt, mit rám mértek az évek, aztán elmentél mégis veled, velednék én is, hogy ne legyen ez más, mint egy múló hipotézis. Dörgött az ég veled, az eső lát puha rejteket át. Ismerted mindenem, jó volt így nélküled, minden hang fát. Klip, album, koncert, mik a várható tervek 2019-re? Ha csak nem külföldre kijutsz ugye a dallal. Hát igen, egyébként mind a kettőnél szinte ugyanazok a lehetőségek, mert hogy mind albumot én tervezek, tehát most már ugye divat lett az, hogy inkább ilyen 3-4 dalokat adnak ki, és akkor felmegy ez ugye YouTube-ra. Én szeretnék egy albumot, mert nem biztos, hogy egy fizikai, de hogy legyen egy ilyen csomag, ami tulajdonképpen egybe tartozik, vagy én még tartom azt a brandet. És rengeteg zenét szeretnék, én nyilván koncert, tehát nem csak tőlem függ. Most lesz a szem egy akusztikus koncert, nem tudom mikor. Úgyhogy ezek a terveim, így van. Színészet, film, zene, reklám, melyiket választanád, mi lesz most ezekkel? Sokan kérdik, hogy jó, választani kéne. Szerintem el fog jönni az idő, amikor azt érzem majd, hogy na most kell választanom, de még nem tartok ott. Még egyelőre mindent szeretek csinálni. A színészet marad, abban a szempontból, hogy játszom ugyanúgy színházban, meg filmet vágok, meg filmzenét szerzek. És ha jön egy filmes felkérés, akkor valószínűleg el fogom vállalni, mert ugyanúgy szeretem, mint a többit. Sok sikert, de ahhoz meg így a jövőbeli terveidhez is köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Találj hazád, s a bánat lebereg, mert veled sem mehet el.